Jó estét kívánok mindenkinek, tisztelt egybegyűltek és kedves barátaim. Azt hiszem, használhatom ezt a megszólítási formát is, hisz szinte valamennyien ismerjük egymást. Amikor a kárpátaljai magyar irodalomról, vagy egyszerűen kárpátaljai ügyről van szó, akkor nagyjából mindig ugyanaz a társaság jön össze, úgyhogy szeretettel köszöntlek mindannyiótokat, Isten hozott benneteket. Szégyenpiac címmel adott ki a kárpátaljai Ungvári Intermix kiadó egy antológiát, amely az Együtt folyóirat szerzői körének háború ellenes írásait gyűjti egybe. A kötet szerkesztője Dubka György, kiadója úgy szintén, és majd beszélni fog a kötet szerveződésének, a kötet anyagai szervezésének a körülményeiről, a folyamatáról, és majd a kárpátaljai és az ukrajnai háborús helyzetről is szólni fog. Imám a földre hull, nem égek és nem égetek, terítsd rám, Uram, felleget. Víz vagyok, keskeny csermelyák, kővel rekesztel a világ, ha nem vigyázod utamat, minden szekér belém szalad. Emelj magasba, fő vagyok, eltipornak a vándorok, láng vagyok, óvjat, pisla fényem, hogy ne halljak meg még egész. Bolyongok árnyéktalanul, minden imám a földre hull, nem égek és nem égetek, terítsd reám szerelmedet, nem égek és nem égetek, terítsd rám, Uram, felleget. Igen, most már ti is, lassan már mi is, beletörődünk, beletörünk. Mert hogy Csaba királyfi nem hallja meg, nincs marok telefonja, mint Janeknek a szomszéd házból. Így aztán vállat vonunk, a sógor is hirdet, házeladó, összkomfortos. Gáz, víz, telefon, meg a nagymama, akit mégsem illik, mint a kutyát az árok partra. A kis haza, a haza a magasban, és más megkönnyeztetett hisztériák. Már csak a reklámszatyor feliratán intenek utánunk. Adjú, Kárpátalja! Adjú, Kárpátalja! Szerettelek. Adjú, Kárpátalja. Adjú, Kárpátalja. Szerettelek. Adjú, Kárpátalja. Adjú, Kárpátalja. Szerettelek. Adjú, Kárpátalja, szerettelek.
Köszönjük, Katica. És akkor Ferenci Attilát kérném. Ne beszélj! Ne sírj! Ne is neves! Ne csináld, amit nem érdemes! Ne beszélj a nyelveden soha! Vakulj meg, ha jót látsz, ostoba! Megrohadsz majd egy tank belsejében. Ne kiabálj sem álmodban, sem ébren. Felejtsd el, hogy kinek születtél. Itt nincsen asszony, akit szerettél. Itt csak a puszta semmi néz az égre. Úgy halsz meg, mint bárki ezer éve. És ne gondold, hogy odakint tavasz van. Neked a nyár is megfoghatatlan. Neked az ősz is elérhetetlen, mint Jézus fekszel mind az öt sebedben. Neked már mindegy háború vagy béke, és ne kérdezd az Istent, hogy mi végre. Fekszik a katona Bachmut városában, Bachmut városának kis sikátorában. Fekszik a katona talpig vörös vérben. Még a nap is megáll a ragyogó égen. Anyját szólongatja. Anyja hangját hallja. A fekete föld is rázkódik alatta. Anyám, édesanyám, miért szültél meg engem? Hogy katona legyek? Embereket öljek? Anyám, édesanyám, vigyél engem haza. Temessetek engem a hazai földbe. Édes fiam, János. Hogy vinnélek haza? Messze az a város, nem találok oda. Édesanyám, hogyha itt lesz nyugvó helyem, az ég madarai siratnak el engem. Betakarnak engem az Isten könnyei. Elsiratnak engem egy lövészárokba. Édes fiam János, elemészt a bánat, magam halálával bár megválthatnálak, bár csak én feküdnék töltyfa koporsóba, templomunknak harangjak, bár csak értem szólna. Feküdt a katona Bachmut városában, Bachmut városának kis sikátorában. Feküdt a katona talpig vörös vérben, még a nap is megállt a ragyogó égen. Az égmadarai mégis elsiratták, az Isten könnyei mégis betakarták. Köszönjük szépen! Most Dubka Györgyhöz fordulok. Füzesi Magda szép versében az a katona, aki Bachmut városában fekszik, akár kárpátaljai magyar is lehetett. Neked vannak értesüléseid arról, hogy körülbelül hány kárpátaljai magyar fiatalember vagy idősebb férfi szolgál a fronton, az ukrán-orosz fronton? Erről kérlek szépen. Hát először is köszöntöm a jelenlévő barátainkat, mindazokat, akik eljöttek, és érdemesnek tartották, hogy velünk szolidaritást vállaljanak, hiszen épp a műsor kezdete előtt arról beszéltük, hogy nem volt könnyű a nagyapáinknak az első világháború, nem volt könnyű apáinknak a második világháború, most nem könnyű nekünk se, hiszen ez harmadik világháború, akarjuk, nem akarjuk, de mi úgy ítéljük meg, illetve a kárpátaljai magyarság is. Hát ugye hivatalosan azt lehet mondani, hogy több mint két éve tart ez a háború, de számunkra nem két év, hiszen 2014 az állam fordulat után vette kezdetét, és hát azóta azt lehet mondani, hogy a feljegyzéseinkben már az első évekből voltak magyar halottak, akiknek az emlékét őrizzük. Én tegnap érkeztem Ungváról, és azelőtt nap próbáltam leparkolni Ungváron, lehetetlen. Dugig van menekültekkel. Csak hivatalosan az elmúlt fél év alatt több mint 40 ezerre bővült a regisztrált lakosság száma. A nem regisztráltaké háromszorta több. Hihetetlen, hogy mennyien élnek ott, és ez lassan élhető, nem lehet nyugodtan élni. Nem tudtam parkolni, hát végül a temető a Kálvária bejáratánál
tettem le a kocsit, és hát megfordulva, ledöbbenve láttam, hogy a úgynevezett katonai hősi temető, amely tavaly még olyan 13-14 fölött volt, ma már lassan megközelíti a 200-at. Tehát ez is igazolja, hogy tulajdonképpen a háború az nem játék. Emberáldozatokkal jár. Ha a helyi magyarság viszonylatában beszélek, akkor a következőt röviden tudnám vázolni, azt, hogy eddig a felmérések szerint, mert szociográfiát készítünk a helyzetről, hát olyan 500 körül van azoknak a magyar származású kárpátaiaknak a száma, akik jelenleg a front vonalban vannak. A magyar köztársaság ungvári főkonzulátusa egy nagyszerű gesztust vezetett be, hogy az elesett magyar származású katonák hozzátartozóinak részvét tett nyilvánít, és anyagi juttatást is ad temetés meg egyéb költségek fedezésére. Az ő hivatalos regisztrációk szerint ezzel eddig több mint 30-an kapták meg. A többiek miért nem? Mert egyik rész az, hogy nem mindenkinek hozták haza a holttestét. Hamuvá vált. Belőtték, elégett. Soknak tudják a nevét. Tehát ezek jóformán az eltűntek névsorába kerülnek. Hiszen ha nincs holttest, akkor nem létezik a katona. Lehet, hogy fogságba esett, lehet, hogy átállt, ki tudja. Így magyarázzák azok, akiknek tulajdonképpen hozzátartozókkal kell, hogy kapcsolatba lépjenek, illetve anyagilag kéne, hogy segítség, de ilyen alapon ezeknek nem jár. Ez egy tragédia. Amikor tegnap előtt Ungvártól a szülőfalu még Tiszabökényig jutottam el, a 110 kilométer körül van. Szinte húsvét alatt sem láttunk embereket az utcán. Aki még otthon is van, igyekszik rejtek helyen tartózkodni, mármint a férfiak. Tehát a férfiak is 3-4 kategóriá oszthatók, hiszen tudva a dolog, hogy 18 évtől 60 éves korig hadi állapot szerint a magyar, hát senki, tehát az ukrán állampolgárok, legyen az bármilyen nemzetiségű, nem lépheti át a határt, meg van tiltva. Átlépheti elvileg a zöld határt, ha sikerül. Tegnap előtt az apósom barátja, egy határőrtiszt, ezredes, olyan adatot közölt, hogy tavaly ugyanebben az időszakban úgy évente olyan 100 embert fogtak el, akik igyekeztek a zöld határon átszökni. Most már hetente több mint 100-at fognak el. De csak Ungvára, és az egész Kárpátalja. Hát Ungvár, vagyis ott van a szlovák határ, arra gondolom. Tehát ebből is kiolvasható, hogy az ukrán honpolgárok sem akarnak már harcolni. De ezek a tények igazolják. Mert ha nem szöknének határ, akkor az azt jelenti, hogy mindenki hazafi, fogja a fegyverét, bátran védi a hazát, de sokan azt mondják, hogy ez már nem a mi háborunk. Nyíltan. Ugye a hadi állapot lefordítva a magyar nyelvre azt jelenti, hogy te az illető állam birtoka vagy a hadi állapot idején, és azt csinál veled, amit akar. Nincsen semmilyen személyi jogod.
Mármint, ha férfi vagy. De hát a nőkre is már sor került. Különösen az orvosokra, meg egyéb. Tehát ilyen hangulatban azt lehet mondani, hogy egyre többen jönnek, egyre többen lépik át a határt, hivatalosan azok, akik nők, gyerekek, és most már látni azt, hogy nem is a háború miatt lépik át a határt, a megélhetés miatt. Hiszen lenullázódott a gazdaság a háború miatt. És az emberek nem akarnak éhen halni. Munkát keresnek. Ezért gondolom a rádióban is hallhatják néha a statisztikát, hogy hányan lépték át, annak egy nagy része mind megy valahova dolgozni. A hivatalos adatok szerint 4 millióan csak Nyugat-Európában vannak, mint ukrán állampolgárok, nem hivatalosan több mint 10 millióan. Összességében, ugye még amikor 1990-ben megjelent az első könyvünk, amit Botlik Józseffel írtunk, a felmérés szerint akkor 52 millió lakossága volt a rendszerváltás alatt Ukrajnának. Ma különböző számok keringenek, 25-30 millió. Nem tudja senki. Népszámlálás 2001-ben volt legutóbb, és tehát azóta mondjuk, ha azt veszük, hogy Oroszország felé is menekültek, akkor olyan adat is elhangzott, hogy már több mint 16 millió hagyták el Ukrajnát. Ez egy óriási szám. Tehát jóformán azt lehet mondani, hogy aki megneszelte 2 évvel ezelőtt, február 24-e előtt, hogy itt ki fog törni a háború, tehát a jó értesültek, különösen a városiak, vagy a határközeliek, azok mind eljöttek. Vagy ide, vagy Szlovákiába, vagy a Szélrózsa minden irányába. Hogy érzékeltessem, februárban a Kárpátaljai Szövetség székházában, itt Budapesten egy ifjúsági találkozót hirdetett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete, melyen magam is részt vettem, itt vendég. Ledöbbenve láttam, hogy több mint 320 regisztrált életerős kárpátaljai magyar fiatal jelent meg. Elbeszélgettem velük. A felét mardossa a honvágy, szeretne hazamenni. Alig várják, hogy vége legyen a háborúnak. A másik fele már beletörődött, talált magának munkát, megélhetési lehetőséget, és már úgy döntöttek, hogy ők már innen nem mennek haza, maximum majd látogatóba. A drámaiságot súlyosbítja az is, hogy azok sem mernek hazajönni, akik kárpátai születésűek, de még kimentek Ukrajna függetlenség előtt. Illetve azt lehet mondani, hogy a háború előtt. Mert olyan törvény lépett életbe, hogy a határőr tiszt, ha látja, hogy a útlevelébe be van írva, hogy Ungvár, Bunkács, vagy Tiszabökény, vagy Tiszaújlak, vagy Mezővári, rögtön, hogy mondjam, rendszerbe teszik, és nem engedik vissza. Volt, aki 20 éve, 25 éve már itt él Magyarországon, és hazament eltemetni az anyját, apját, vagy egyéb tragikus helyzet miatt, nem engedték vissza. Ott siránkoznak, levelet írnak mindenhova, konzulátusra. Vagy ha van elég pénzük, akkor a mafiának fizetnek, és az ölt határon át visszaszöknek. Akik pedig otthon maradtak, várják sorsuk beteljesülését. Még a Lacinak is a fia ott van, az én fiam is ott van, a középső katona köteles egyenlőre, még nem bántják őket. Egyetemen van nagycsaládosok. Az enyém meg rokkant, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mégis
Büszke vagyok a helyi kárpátai magyarságra. Mert a bátrak, akik ott maradtak, a túlélés ösztöne munkálkodik bennük. Mindent megragadnak az alkalmazkodás szintjén. Például Tiszabökényben, amikor nálunk szokás a locsolódás, hát néhány családhoz, rokonhoz ellátogattam a családommal, és hát bekerültem egy fiatal társaságba, ahol két-három gyermekes családok is részt vett. Egy nagy összejött erre. És ledöbbenve vettem tudomásul, hogy a 8 család férfeleség elvált. Együtt élnek, csupán azért, hogy az apára írassák a gyereket, hogy ő felel, hogy ne vigyék-e katonának. Ezelőtt az ukrán kormány, hát még a háború előtt, amikor Juliska nevű kormányfő volt, ugye kiirdette, hogy minél több gyerek szülessen, ezért a cigány táborokba óriásan megnövekedett a gyerekek száma, és előtérbe kerültek a leányanyák, mert azért több pénzt kaptak, mintha családosok. Most mi történik? Már lassan nincs leányanya, mert a cigány férfiak mind most már visszaveszik a gyerekeket, saját nevükre iratják, nagy családosokkal válnak, és kisétálnak a határon, és kódolnak Németországba, Svájcba, össze-vissza. Az én szülőfalumba már vagy 10 ilyen család hazaküldött pénzt, és farzsebből megvették a árusítandó családi házakat. Na, én mondtam a haveraimnak, hogy ennek is örülni kell, jobb, mintha egy cigány magyar veszi meg, mintha egy nacionalista ukrán jönne Lembergből, vagy máshonnan. Tehát ilyen helyzetek is vannak. Másodszorban pedig mindent kitalálnak, vagy az anyjukat kell gondozni, vagy hogy mondjam, a gyerekük kiárják a papírt, hogy valamilyen baja van. Tehát mindenfélét. Csak hogy valamilyen mentőhöz kapjanak. Tehát ezek azok a, itt sorolhatnám talán reggelig, a lényeg az, hogy átlagba, ha vesszük, olyan 30-40%-nyi hiány van a 130 magyar lakta településen, férfiakra gondolok. Legutóbb, és zárom, mert látom, emeled a mikrofont, Muzsajban a barátaimnál találkoztam az egyik családfővel, és elbeszélgettünk, mondta, hogy a 3000 lakosú Muzsajban, ami egy csodálatosan gyönyörű, gyümölcstermesztő falu, mindössze 700-an maradtak. Több ilyen falu van, ahol ennyire kiürültek. A fájó az, hogy most, amikor az ember tavasz idején végigmegy az utcán, illetve az utakon, látja, Nagy-Dobronytól kezdve ott a síkvidéken, még a tavalyi kukorica ott van a lábán. Elmentek, elszöktek, nincs, aki learassa, nincs, aki felszántsa a földeket. Parlagon ott hevernek. Ami megdöbbentő, hogy a közlekedésnek a 80%-ában nők ülnek a volán mögött, traktoron, akárhol. Tehát a nők megtanultak teljes mértékben bánni a közlekedési eszközökkel. Azt lehet mondani, hogy Mirtusz koszorút kéne most rakni, hát a nők fejére lehetne, akik most hősök. Ők látják el a családjukat, beszereznek, járnak össze-vissza. Mert hát őket nem ellenőrzik egyelőre. Úgyhogy ebben a helyzetben kell tulajdonképpen élnünk, és hát ilyen szemszögből azt lehetem, hogy magja lehet, magja lett azoknak az írásoknak, amely ugye az antológiába bekerültek. Egyelőre köszönjük szépen. Egyébként az előbbi megjegyzéshez annyit adják hozzá, hogy egy kis cinizmussal, hogy addig örülj, míg a mikrofont emelem, és nem a poharat. De a Húsvétkor a vőm, aki református lelkész, azt mondta nem kis büszkeséggel, hogy 45 férfi volt nagypénteken a templomban az Isten tiszteleten. Majd másnap megszólalt. De Csetfalván és Orosziban sokkal többen voltak. Na most, hogy nők kétszer annyian, háromszor annyian vannak, az természetes. No, a mindennapok borzalmából
Szálljunk ki egy kicsit, és emelkedjünk vissza a költészetbe. Én Ferenczi Attilát kérem a mikrofonhoz, aki Marcsák Gergely verset fog mondani. A mai estünk címadó verse fog elhangzani, az a nagyszerű vers, amely a háború borzalmait úgy tudja ábrázolni, hogy szinte nem is beszél a háborúról. A Szégyenpiac egyik koszos kocsmájában, ukrán nevét talán Menedéknek fordíthatnám, ültünk egy-egy korsó savanyú sör mellett, egykedvűen forgattam számban a hamutában felszolgált sósmogyorót, te pedig a nehéz, ragacsos asztallapon nézted, értelmezted elmerülten a félgömb lámpabúrában felgyülemlett bogártetemek furcsa árnyékát, mintha csak a kinnyüzsgő Szégyenpiac borús sziluettje vetült volna elénk. Mögöttem a sarokban falra szerelt apró hangszóróból recsegett egy érdes hangú orosz férfi mulatós sanzonja a bűnözőről, aki már beletörődött abba, hogy elítélik, mert minden reménytelen. Toldozza, foldozza a test önmagát, sóhajtottál fel végül komoran, de egyszer úgy is felmondja a szolgálatot. Az élet funkció csak kétségbe esett állag megóvás. Hol az a rohadt percovka? Mikor ezeket kimondtad, megjelent a pultos nő kezében két pohárral, elénk tette, lecuppantotta a menet közben ujjaira csorgott italt, és pénzedet kötényzsebbe gyűrve távozott. A tudat? Néztél szemembe vérmesen, mintha bárki kérdezett volna róla. A tudat szerintem az evolúció hozadéka. A léleknek semmi köze hozzá. Ezt a mesterséges intelligencia bizonyítja majd. A lélek meg örül, ha szabadulhat végre a földi kelepcéből, oda hát nem fog emlékezni ránk. Habár nem értettem egyet, nem szóltam semmit, mert a te verziód mégis megnyugtatóbb. Ha a gondolat kútfője a lélek, az üdvözülésnek számomra lőttek. Ivás után visszaléptünk a piac szövetébe, és mintha szemgödrömben lándzsát szúrna, úgy csapta meg egyébként is kóvájgó fejem a magánerőt vett tavaszi napsütés. Vakon áldogálva éreztem, hogy suhanó testek dörgölik mellkasom, lábamnak tömött reklámszatyrok ütköznek, és szinte látni véltem, hogy a cseburekes bódéban fortyogó feketére égett olaj tömény búrjánzó szaga erőszakosan tör utat orrom felé, száműzi a hányás, a vizelet, a pörkölt bogarak bűzét, és boldogan telepszik helyükre. Váratlanul megragadtad a karom, behúztál az embersodol előttünk nyílt foghíjába, és mint seben át bejutott mikróbák, közepes ütemben haladni kezdtünk a Szégyenpiac sűrű érrendszerében. Alig hagytuk még el a menedéket, aznap immár ötödszörre is megszólaltak a városi légószirénák. Hangjuk szinte émelygő gyomromig hasított, de nem futottunk. Nem volt miért és hova. És ott, a félelemhez hozzászokott tömeg sötét hátakkal határolt kalitkájában, ahol nem láthattam, nem hallhattam és nem szagolhattam más, csak amit a Szégyenpiac megengedett, hirtelen egy furcsa érzés kerített hatalmába. A lelkem csomagolni kezdett. Elfordítja tőlünk fényarcát a nap, behúzza vastag felhőfüggönyét, és hullani kezd ránk jéggé dermedt könnye, mint vadakra záporozó ólomsörét. Csontjainkat pedig hideg szeleivel röngen sugárként fúrja át a tél, s a békével várandós vérző földanya iszonyú kínok közt ismét elvetél. Menj hát december tőre fényeiddel, ki girlandba tekernéd halott magzatát. Az ember, akit pompát kellően elvakít, a valóságba lépve orráig se lát. De szétszóratásunkban majd két év elmúltán itt már nem bódíthat csillagszórós mákony. Temetésnap lesz Krisztus születése. Hullazsákok hátán érkezik karácsony. Csak a csontjainkat pásztázó szél látja, hogy mindannyiunkban ugyanaz a vágy van. Ácsorgunk tovább a könnyező ég alatt. Tám megváltásra is méltatlanná váltan.
Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a két Marcsák verset. Amikor versre szólítottalak, azt gondoltam naív módon, hogy a vers egy kicsit megnyugtat majd bennünket. De nem. Még inkább felkavart. Kedves Katica, te próbálj megnyugtatni bennünket egy szép dallal. Ha senki földje lettek is haza, nem tesznek, vesznek rajta, nincs parádi. Az idő csak jól mindent befalhat, Kronosz dühötten tömheti magát, utcával, házzal, régi emberekkel. Hogy eltüntesse létünk nyomait. Talán csak a temetőket kerüli, ott hagyja nőni, épülni a hantot. A lombokat, a fejfákat, virágot, de már a nagy hegyet is majd megette, s talán a huldat rágja róla már azóta. S talán a huldat rágja róla már azóta. Bordóival sem megy le Trianon, Kronosz törekvő mindenevő torkán. Bordóival sem megy le Trianon, Kronosz törekvő mindenevő torkán. Kronosz mindenevő depressziós és kövér, Sunyin lenyel ásót, kapát, harangot. Országot, várost, úterágazást is csak Trianont nem képes már lenyelni. Trianon, mint a gesztenye burok, mint a sündisznó suruló kefe, elakadt Kronosz nyeldeklője táján, és visszaköpi krákogva a létbe. Bordóival sem megy le Trianon, Kronosz törekvő mindenevő torkán. Bordóival sem megy le Trianon, Kronosz törekvő mindenevő torkán. Bordóival sem megy le Trianon, Kronosz törekvő mindenevő torkán. Bordóival sem megy le Trianon, Kronosz törekvő mindenevő torkán. Kedves barátom, miért kérdezel? Származásom mond, miért érdekel? Kedves barátom, feltárom neked a szívem, mert én magyarnak itt születtem. Itt, hol a múló kor tükreiben átok fogant és vérző szerelem. Erdős Kárpátok karíjozt a sík vidéken, mert én magyarnak itt születtem. Sorsunk évgyűrűktől duzzadó fa, gyökereket vert véres múltú fa, bűnös századok viharától megtépetten, mert én magyarnak itt születtem. Nem folytjuk el a feltörő éneket, nem felejtjük el a gyászos éveket. Fíj, ha a gyávaság most szívedbe mar, ajkunkon tovább lobog az ősi dal, s ki mely nép fia és leánya. Ezt most soha senki le nem tagadja, és anyanyelven holnap is büszkén megvédem, mert én magyarnak itt születtem. És anyanyelven
megvédem, mert én magyarnak itt-ott születtem. Köszönöm szépen. Köszönjük, Katica. És most a fiatal Dubka György után, mert őt hallottuk az előbb, hallgassuk a szerkesztőt, aki az antológia további részleteiről beszél. Hát igen, fiatal, mert ezt még a rendszerváltás előtt írtam, úgyhogy azóta éneklik, nem tehetek róla, de én már nem írok azóta verseket. Úgyhogy történészként, szerkesztőként ténykedek, amiről ma szót kell ejtenünk, hogy az antológiában 25 szerzőtársunk szerepel, kapott helyet, és először is köszönteném az itt megjelent szerzőket, akik merték venni a bátorságot, hogy eljöttek. Már amúgy a szerzők azok megírják a írásaikat, de könyvbemutatóra pláne nem egyedi, saját, akkor nehezen lehet őket összetoborozni, pláne 25-öt. Ezért én Lacival együtt kitoltunk a szerzőkkel, mert először megcsináltuk Beregszázban, nem mondják azt, hogy Budapestre nem tudnak eljönni. Tehát akik nem tudtak eljönni, nemrég a Magyar Köztársaság Beregszázi Főkonzulátusán mutattuk be az antológiát, és a beregvidékiek, meg az ungvidékiek, ugocsaiak részvételével elég szépen sikerült. És hát még annyi lesz Kárpátalján az antológia sorsa, hogy a jövő héten a Kárpátai Magyar Irodalmi Napok szintjén, ugye háború ide, háború oda, a muzsák nem hallgatnak, és hát meghirdettük a irodalmi karavánt, úgyhogy már eddig 5-en jelentkeztek, majd várjuk további jelentkezőket. Persze, hogy csajos buli lesz, mert a férfiak nem mernek velünk jönni, érthető okok miatt. Maximum a 60-an felüliek, gondolok Lacira, vagy a többiekre magamra. Tehát ez van. Tehát abból kell gazdálkodni, ami van. Tehát alkalmazkodunk a helyzethez. Most pedig hát az első sorban itt elő közül lengyel barátomat, látod milyen János, mert lengyel-magyar est volt, amire nem jöttél el, ahol éltettük volna. Tehát János egy olyan érdekes interjúval jelentkezett, hogy megkérdezte a szerzőket, hogy mit gondolnak háborúról, hol vannak, mit csinálnak, stb. Ebből lehet informálódni, hogy ki hol van. Az is egy látlelet, mert közben változtak az arányok, illetve jöttek ki többen, vagy eltűntek, vagy nem írnak, vagy pedig elhallgattak a háború miatt, de a nagy része azért bátran, hogy mondjam, jelen van a kötetben. A második sorban itt van, hogy mondjam, Beregvidék szülötte, Beregszáz szülötte, Gabi, látod, Gabi? Gerzsenyi Gabi. Gerzsenyi Gabikának az a sorsa, hogy ő már gyermekkorában átjött, de azért odaköti a gyerekkor. Tehát a gyerekkor az meghatározó mindenki életében, és van mit most összehasonlítani, hogy hogyan élnek az ottaniak, és ugye párhuzamot vonni, ez egy nagy feladat, és ő ezzel próbált megbirkózni, hogy az a élményeit feldolgozta, és hát örülünk neki, hogy jelen van az írásaival, mégpedig, hogy mondjam, mivel nem verseket ír, ezért nincs lehetőség most a prózáját ismertetni, de hát feltöltöttük a könyvünket a Kárpátai Magyar Művelődési Intézet honlapjára, hát mindenki, ugye egyre többen töltik le a számlálás szerint, elég szépen bővül az olvasók tábora. Igen. Azt lehet mondani, hogy a következő sorban, hol is van, elbújva, Ámort Angelika, ugye itt van, ő nagyszőlős születésű, három gyermekes anya férjével itt van, a harmadik gyereket is elhozták magukkal. Tehát érthető, hogy a férjét nem hagyhatta ott, és jöttek együtt, nem akartak elszakadni. És hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt is megállja a helyét, és nagyon sok olyan írása van, amely tükrözi a háború ama pillanatát, amit ott kellett még megélnie nagyszőlősen. És hát menjünk tovább. Megyeri Tünde átul, ott szintén nagyszőlősi, aki
szintén prózában mondja el a gondolatait a háború kapcsán, tehát bővebben nem ismertettem, hiszen elolvassa itt meg, akinek nem jutott könyv, majd adunk belőle, tehát bővebben megismerkedhet. És hát Vári Fábián Laci szintén prózával is, meg versekkel szerepel az antológiában. Én pedig egy blognaplót, hiszen a Facebookon megírom néha a véleményemet, független attól, hogy tetszik odahaza a hivatalos szerveknek, vagy nem. Zárójelben mondom, hogy tavaly előtt a feleségem itt van, Fuchs Andrea, meg a fiam is, a kicsi, hogy két órás beszélgetésem volt a szervekkel, hogy üzeni, hogy fogjuk vissza magunkat, mi írástudók. Hát mondjuk egy író nem foghatja be a száját. Tehát te azt mondtuk, hogy ez, ha kimondjuk az igazságot, az nem jelenti, hogy mi eláruljuk Ukrajnát. De hát ha az emberek nevébe szólunk, akkor az azt jelenti, hogy valakinek fel kell emelni a hangját. És mondtam neki, hogy ha engem háború, illetve hazárulnak próbál titulálni, hát akkor nagyon mellé fog, hiszen mindannyian, akik mi ott maradtunk Kárpátalján, azért Ukrajna függetlenségére is szavaztunk 91-be. És ugye végigszavaztuk az autonómiát is, meg mindenben benne voltunk, Laci is, meg én is. 2019-ben pedig Zelenszkijre. És 2019-ben, mert azt gondoltuk, jobb lesz, mint Poroshenko, és sajnos befutsolt. Tehát tulajdonképpen átvert minket, nem csak minket, hanem az egész ukrán népet, úgyhogy semmit nem valósított meg abból a programból, amiért mi úgy gondoltuk, hogy igazoltan szavaztunk rá. Hát én szégyellem, hogy szavaztunk rá most már. Na de hát az idő ilyen. Igen. Nos, hát az antológia négy részből áll. Az első részben a költők szólalnak meg, a második részben a prózaírók, illetve esszék, a harmadik részben pedig tulajdonképpen egy napló rész van, amiről tájékoztattam. Azt lehet mondani, hogy a 25 szerző közül egy szerző már nem él. Sajnos hirtelen súlyos betegség, hosszantartós betegség után elhunyt Bartók Gusztáv, aki igen tehetséges, közel 10 kötetes író-költő. Most hát ő még a háború előtt, tehát még 2014 körül fogalmazta meg, ezzel nyitjuk a vers, az antológiát. Mint említettem, hogy nem két évvel ezelőtt tört ki, hanem még akkor, tehát ő már akkor megírta a versét, mint ahogy Laci is több versét még 2014 után rögtön akkor kezdte írni, tehát azt lehet mondani, hogy Laci egy vers napló sorozatot írt, ez megtalálható. Most hát röviden, én örülök annak, zárva a gondolataimat, hogy háborús versek, ha az ember arra gondol, hirtelen a kommunista időszakra gondol. Hogy akkor kötelező volt az úgynevezett fasizmus Sydney versekben, ugye 72-ös emlékszem, hogy tele voltak a lapok, érthető, az. Akkor kötelező volt. Azok, akik írták ezeket a verseket, ma már kihullottak a történelem rostáján. Viszont olyanok, mint, hogy mondjam, azt lehet mondani, hogy az első világháborús költők közül, ha kiemelünk néhányat, vagy a második világháborús költők közül, azért a világirodalom, a magyar irodalom klasszikusai közé kerültek, akik szívből írták meg a háborús szörnyűségeket. Nos, hát itt is az a dominál ebben az antológiában, senkit nem kértünk föl, hogy írjon háború ellenes verseket. Hiszen aki írt erről, az maga is a saját bőrén tapasztalta, érezte környezetében, és hát kijött belőle versformájába, vagy elbeszélésbe, vagy naplóba, vagy egyéb. Tehát ez az érték ennek az antológiának, hogy nem felkérésre írt írások, hanem maguk a szerzők írták. És hát abban reménykedtünk, hogy ez az antológia megjelenik, akkor háborúnak is vége lesz, de sajnos hát nem tudom, hogy akkor majd még egy antológiát kell majd kiadni, de szeretnénk, ha ez be is fejeződne ebben az évben, de látni a kifulladás jeleit, remélem, hogy ez van. Nos, hát ennyit szerettem volna közölni, és erőt, egészséget kívánok a szerzőknek, akik megjelentek, azoknak is, akik nem tudtak eljönni, azok is lélekben velünk vannak, és hát a jövő héten folytatjuk Kárpátalján az antológia bemutatásának a rendezvény sorozatát. Köszönöm.
Nagyon köszönjük Dubka Györgynek, és akkor Ferenci Attilát kérjük a mikrofonhoz ismét. Kárpátalján Petőfivel szólítják harcba a magyarokat. Újsághír. Ha hívtok, felkapom hajléktalan lelkem, s hajnali pírral már meg is érkezem. Semmi vörös szőnyeg. Szabad világ várjon. És kárpótlás gyanánt az ifjú szerelem. Elvihettem volna az utolsó verset, ha mentés közben nem jön az áramszünet, a szabadság szerelem iker csillagára erősítettem meg benne eskümet. A szabadság férfi. Kevéssel mögötte lenge lány alakban a szerelem ragyog. Hely szegény bús szívem hányszor elkötötte, majd csókolt homlokomra forró csillagot. Az óra ébreszt, tehát minden rendben, lazán elérhetem a győri járatot. Ám sziréna üvöltés veri fel a csendet. Drón támadás érte az ébredő napot. Tudtam én. Az ember terve így megy füstbe. Ha nincs hajnal, az alkonyhoz se lesz közöm. Gyalog indulok a sötét éjből a ködbe, és ott ukrán toborzó tisztekbe ütközöm. Gondolat, ne bánts engemet, nem készülök még a jobb létre. Ágyban párnák közt mégis jobb, mint egy harckocsiban elégve, de ha a tűz van előírva a legtévesebb csatatéren, én a naptűzét választanám. Az süsse feketére vérem. A nap meg olyan, mint az Isten. Halálosztó szemét lezárja, s az oktalan tervet újraírva felmentést küld a fuldokló tájra. Amíg a vakondok földet túrnak, amíg a mustármag kikelhet, én sem űzhetem el magamtól a teremtőtől kapott lelket. Nézd ott azt a veterán tölgyet, mély tántoríthatatlan jellem, törzsében vasmagot nevelt a láncfűrészes szolgák ellen. S mikor a berántott motorok rátámadtak a hibátlan törzsre, az acélfogak szikrázba hultak vissza az áldott anyaföldbe. Így van, jó Sándor. Ha másként lenne árnyékodban, itt én sem állnék. Nálad jobban senki sem tudja, hogy a halál furfangos játék. Jön a drón, körbejár, megszagol, majd töltődni tömeg sírra száll. Sándor, Attila, látjátok? Ilyen a végsőkig züllött halál. Köszönjük. Úgy veszem észre az órámat figyelve, hogy az idő kegyes hozzánk, még van időnk. Gerzsenyi Gabriellát felkérném, hogy az antológiában szereplő rövidírását olvassa fel. Amikor elmentél, nem ígértél semmit. Az a szokás pedig. Egy váll fölött hátravetett szó, egy papírfesznyire sietősen rót félmondat, félbehagyott mondat. Egy SMS vagy Messenger üzenet. Nem mondtad, majd hívsz, sem azt, tartsuk a kapcsolatot. Nem mondtad, hogy néha azért meglátogatsz. Hirtelen mentél el. Még sercegett a szalonna zsírja a tűzben tartott nyársad végén. Nekem kellett a kenyeredre lecsöpögtetni, és azon melegében hagymakarikával megrakva befalni. Még közöttünk imbolygott a történet, amit meséltem. Nem talált utat hozzád, lassacskán szétesett. Még forgott az apró műanyag orsó a magnóban, nekem kellett a szalagot a kazettában visszacsévélni. Még látszott a levegőben a begörbített tömpe ujjad, ahogy hívogat. Még lábad szagát lélegezte ki a szürke bakancs. Hiányoztál. Hiányzott az arcomról esténként a kezed, amivel jó ét kívántál. Hiányzott a fejed a vászon sapkából, amit kirándulásokon viseltél és hátrahagytál a fogason.
Hiányzott a bajuszod, és alóla a széles mosolyod. Hiányzott a mély hangod, kis pondrónak neveztél. Hiányzott a kacsintásod, amellyel felém nyújtottad a sörös korsót. Ihattam belőle, de szigorúan csak a habját. Jobban csúsztak vele a besózott, szárított kis halak. Kerestelek. Eleinte csak odahaza, ahol addig együtt éltünk. Kerestelek reggel a bordóhúzatú, nyiszorgó ágyban. Nem feküdtél benne. Megharagudtam rá, belerúgtam a lábába. Kerestelek a tükörben, amely előtt állva hosszú percekig fésülgetted egyre ritkuló hajad. Megharagudtam a tükörre, leakasztottam a szögről. Kerestelek a saktáblában és a figurákban. Hiába igyekeztél, nem tanultam meg igazán jól sakkozni. Megharagudtam a sakra, elrejtettem a szekrény mélyére. Kerestelek a töltött káposztában, amit kélyesen daraboltál, tejfölöztél, kevergettél. Mire nekiláttál, mindenki más már végzett vele. Megharagudtam a töltött káposztára, a szagát is megutáltam. Kerestelek a pecabotodban, amivel a ficánkoló potykát büszkén lóbáltad. Megharagudtam a pecabotra, beállítottam a sarokba a kerti szerszámok mögé. Később kerestelek idegen városokban, határállomásokon, vonaton és repülőn, vízparton és erdőben, fák törzsében és fűszálakban, sután levert sátorcölöpökben, bográcsban rotyogó halászlében, éttermekben és szállodákban, színházak széksoraiban, a karácsonyi csillagszóró szikrájában, a húsvéti kalácsban, a mazsolában, a születésnapi tortámban, ismeretlen buszsofőrök, portások, pincérek arcában, egyre ritkuló hajakban, lelógó bajuszokban, mély hangokban, tömpe ujjakban, ismeretlen férfiak ismerős mozdulataiban. Némán tátogtam, amikor rájöttem, hogy meg kell szoknom a hiányodat. Vártalak mégis. Vártam, megjelensz az oltár előtt, amikor búgnak az orgonák, és fehér ruhában belépek, amikor gyermekem születik, amikor megvágom magam lecsókészítés közben, amikor azt hallgatom Máté Pétertől, hogy most élsz, amikor lóbálom az üres kosarat, és nem találok gombát, még pöfeteget se. Vártam, visszajössz, a közelembe költözöl. Lesz nálad papucsom és pizsamám. Reggel megfőzöm a kávédat, este begyújtom a cserépkályhádat, megsimogatom az őszhajadat. Sőt, ha kopasz leszel, azt sem bánom. Nem szóltál előre, amikor nyáron meglátogattál. Mint egy kisfiú, akit csínytevésen értek. Úgy álltál a kerítésnek támaszkodva, görnyedten. 33 év nyomta a válladat. Mint amikor elmentél, most is olyan voltál. Nem híztál, nem fogytál. Persze akosztod nulla kalóriás. Nem szóltál, nem kérdeztél. A szád nem mondta, hogy hiányoztam, csak a szemed beszélt. Két karommal átfontam a nyakadat, lágyan ringattalak. Féltem, ha menni hagylak, megint elmaradsz hosszan. Végül hamarabb jöttél, mint gondoltam. Amint az ősz fehér kötsálat horgolt a Duna fölé, betoppantál. Nem volt csomagod, nem volt fárasztó az utad, a határon sem tartóztattak. Azt mondtad, elférsz kis helyen, és beköltöztél a ruhás szekrényembe. Azóta a csíkos blúz és a piros kendő közt laksz. Megeshet, hogy öltözködés közben véletlenül téged veszlek fel. A földkupachoz elutazom néha. Az illem úgy kívánja, hogy rendben tartsam a helyedet. Friss vizet és virágot tegyek a kőkancsóba. Halottak napján gyertyát gyújtsak. Ha véget ér a háború, talán magammal viszem az unokáidat is, de nem ígérek semmit. Nem mondom, hogy majd jövök. Az a szokás pedig. Köszönöm szépen. Ámort Angelikát kérném szépen a mikrofonhoz. Kedves, ne haragudj rám.
Tudom, sok fájdalmat okozok most neked. Ismerlek, most tombolsz, őrjöngsz, de kérlek, bocsáss meg. Legalább te ne utálj, elég az nekem, hogyha én utálom magam. Nem akartam ide kerülni. Tudod, hogy mindent megtettem, hogy ne így alakuljon. Azt hittem, fizikailag lesz nehéz. Tévedtem. Lelkileg. És nem nehéz, hanem elviselhetetlen. Amikor az elsőt lőttem le, akkor még a félelem vezérelt. És eltompított bennem minden egyéb érzést. Este egy társam megdicsért, hogy milyen jól célzok. Hánytam, annyira utáltam magam. Aztán lassan beleszoktam. Elkezdett felemészteni az üresség, de még bennem volt a hit, hogy egyszer hazakerülök, és véget ér ez a szörnyűség. Kérlek, bocsáss meg! Tegnap történt valami. Őrtáltam, és közben volt időm gondolkodni. Épp győzködtem magam, hogy mindent helyesen teszek, hogy nincs más választásom. Erősnek kell lennem. Úgy döntöttem, megtanulom gyűlölni az ellenséget. Talán úgy könnyebb lőni. Fejemben ordítottam, átkoztam őt, az anyját, az istenét, az egész fajtáját. Elkapott a hív, hirtelen jól esett a gyűlölködés. Olyan felszabadító volt. Ekkor észrevettem egyet a területünkön. Reflexzerűen lőttem, büszkeség töltött el, és megrémültem ettől az érzéstől. Hisz én nem lehetek az az ember, aki büszke magára, ha embert öl. Kérlek, bocsáss meg. Nem volt senki a láthatáron kettőnkön kívül. Úgy döntöttem, oda megyek hozzá, mellé térdeltem. A zsebejébe nyúltam, bár nem tudom, mi vezérelt erre. A belső zsebben egy fényképet találtam, egy nő volt rajta, meg egy kisfiú. Lehet, hogy csak kézzelegtem, de kiköpött úgy nézett ki, mint te és a mi fiunk. Mosolyogtak, a szemük boldogságtól sugárzott. Boldog család lehetett. Megöltem az apát, a férjet. Érted? Itt mindenki olyan, mint én. Apa, férj, fiú, barát. És én őket gyilkolom, kötelességből. Hány embert kell még megölnöm, mielőtt én is kapok egy golyót? Elhatároztam. Többet egyet sem. Én egyszerűen képtelen vagyok ezzel élni. Kérlek, bocsáss meg. Tudom, hogy rosszat cselekszem, hogy megkeserítelek ezzel. De ha nem teszem meg, vajon hány hozzád hasonlónak teszem még tönkre az életét? És én mitől vagyok értékesebb? A rossz és a kisebb rossz között kell választanom. Csak egy golyó, és többé sosem kell majd ölnöm. Ez az utolsó. Bocsáss meg. Köszönjük szépen. És akkor végéhez érünk. Katicát kérjük. Meglátlak. Legelső fényed a holdra dermed, ha nem lát meg engem a te szerelmed. Úgy szeretnék a szemedre szállni, miként csak te tudsz a vizeken járni. Lépteid simulnak úgy a habokra, mint a bíbor a rózsaszíromra. Megtörhetetlen, de lejúv téged, indítom ellened minden igémet, de legszebb fényed a holdra dermed, ha nem vár meg engem a te szerelmed. Violás hajnalom, hajlongjál csak, eképpen szólik, hogy meglátlak. Legelső fényed a holdra dermed, ha nem lát meg engem a te szerelmed. Ah.
Még egy vers következzen Laci bácsitól. A fellegek, alkonyi varjak elülnek, végképp elenyészik a nappali hold. Az Úr szeme pásztázza lelkünket újra, s mutató ujjával rácsap a hurra, vagy gyertyaszál időnkhöz napokat told. Hát toldja csak, toldja sok kisdet pilácsal, angyali nép seregeljen oda, hol bomlik a beszéd, s az orca pirul. Bátoríts, Uram, győzz meg magyarul, anyanyelvvel altestet nyalni soha. Hisz voltak, mert voltak, kik úgy hegedültek, mint Márton pap jelzi a drégei rom, de mindítig követték őket az árnyak, s fiaik lehajtott fejekkel jártak, e tűzre való világban iszonyodom. Mert reperek dongják körül a szerelmet, és levágott kéz fejet rejt az avar, s a rászárad vérünk a platán levérre, s ha nem telnénk szemünkre, csipke fedélre, egy ibolya levél is betakar. És ha még lehet itt a végén egy igazán számunkra, kárpátaljak számára ismert vers következzen Tárci Andor úrunknak és Tiszának. Népdalra íródott, úgyhogy lehet énekelni. Itt vannak, akik tudnak is énekelni nagyon szépen. Ungnak és Tiszának sebes a járása, mint konok szívünknek szilaj dobogása, szilaj sodorása. Ungnak és Tiszának arcunkra rút jele, ősi kopja fának. Vereckénél susog rengeteg nagy erdő, lovasoknak árnya az egekig felnő, az egekig felnő, sűrű sötét felhő, eleink porából támad bíbor eső. Munkács szép várának kövei peregnek, Zrínyi Ilonának könnyűi erednek, könnyűi erednek, sárral keverednek, valahol titokban zászlókat temetnek. Csillaglátó táltos, forró sítsd a vérem, ne hagyd el szunnyadni, acélozd meg hitem, acélozd meg hitem. Én egyetlen kincsem, amit nem vehetem, semmiféle Isten. Ungnak és Tiszának örök a járása, mint konok szívünknek szilaj dobogása, szilaj sodorása. Ungnak és Tiszának őrzői vagyunk még ezer éves lángnak.